Áldottak, szeretettek vagytok itt a Mester egyben a szívbunkernek, a törzshelye és az Isten ragaszkodó, támogató jóságának, szeretetének, kegyelmének. A kézzel fogható megnyilvánulása a mai üzenet, nagyon előteljes lesz. Szeretném, hogy lebontsunk egy régi vallásos hazugságot, ami a félelemmel, a reszketéssel kapcsolatos. Ugye a mai üzenetnek az a címe, hogy a félelem és a rettegés proféciái. Ámen! Másképp mondom, kicsit lazuljunk az Isten elámító jóságának a proficiái. Amen! Van az az ige, félelemmel és reszketéssel munkájátok üdvösségeteket. Úgyhogy ezt szépen le fogjuk bontani, halleluja, az eredeti szerző, a szerzőnek az eredeti szándéka alapján. Amen! Szóval, kezdjük is egy történettel, a Márk evangéliumában is benne van, meg több, a Máté Márk Lukácsban is benne van, de mi a Márkból olvassuk, mert ez a legrészletesebb, és ez fogja nekünk megmutatni az egésznek a lény lényegét. Márk 5, 25-től 34-ig. De mielőtt belekezdünk, ugye, miért a proficiák? Miért a proficiák? Foglalkoztunk -e? ezzel, volt egy ilyen, elkezdtünk, inkább azt mondom, egy sorozatunk, hogy a nekünk szánt proficiáknak a sorozata, ami miről szól? Ki tudja, bekiabálással most lehet mondani. Á, az is benne van, igen. Lelkünk üdvössége, reménységünk, erős forgonya. Na akkor olvassuk el csak, hogy bele, belerázodjunk. Az üdvösséget 1 Péter egy 10-től. 10 az üdvösséget keresték és kutatták a profiták. Amen. Keresték és kutatták mindenki, aki szól ebben a könyvben. Az azért nagyon fontos, mert ma is ebből a könyvből veszünk, merítünk életet. Szóval az üdvösséget, az áttörést, a megszabadulást, az isteni megoldásokat, teljes körű isteni megoldásokat keresték és kutatták a profiták. Igen nem csak ők azt kapták, hogy ők a nektek, a neked, a neked, a neked, a neked és a nekem szánt kegyelemről profétáltak. Micsoda? Így olvasod-e az ószövetségi proféciákat, mondjuk? Vagy úgy olvasod, hogy félsz és rettegsz. Húha! Ha őket ennyire lerendezte, hogy ott az egyik profita a másik után osztja az Izraelnek a népét, a Júda királyságát, Izrael királyságát, senki nem menekülhet, akkor mi lesz velünk? Félelem és rettegés proféciái, vagy a nekünk szánt kegyelemnek a proféciái. E, ez a nagy kérdés. De azt mondja az Istennek a beszéde Péter, ez nem Gyuri mondja, ez Péter apostol, azt mondja. Meg írásban is adta, nem, hogy egyszer elmondta, véletlenül kiértette a száján. Srácok, az ószövetséget azt úgy kérteni, hogy a nekünk szánt kegyelemről szól. De ezt nem mondjátok el senkinek, mert aztán mindenki úgy fogja elkezdeni olvasni az ószövetséget, az, Ószövetség, az Újszövetség pláne, de még az ószövetséget is, hogy keresi hogy hol van benne az Isten neki felé támogató, ajándékozó kegyelme és jósága. Na, ezt nektek elmondtam, de ezt felejtsétek el, én ti ebbe élhettek páran, akik itt hallottátok, de nem, hanem írásba adja. Kanonizálják, azaz bekerül a Szentírásnak a korpuszába is. Ez a kijelentés, hogy a proféták keresték és kutatták az írás, az üdvösséget és a nektek, a nekünk szánt kegyelemről profétáltak. Azáltal bizonyságot tettek a Krisztusra váró szenvedésről és az azt követő dicsőségről. Ők, ezek a proféták azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak szolgálnak, hanem kinek akkor. Nekünk. Nekünk szolgálnak, figyelj, azokkal, amikről most a jó hír, az evangélium hirdetői szólnak. Én erre szerzettem, hogy a jó hírnek a hirdetője legyek. A félelem és rettegés proficián keresztül is. Természetesen. Mert az Isten nekünk szánt kegyelméről kell, hogy szóljanak még a félelem, és a rettegés, vagy reszketés profécia is. Szóval azt mondja, ők ezek a proféták azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek a mennyből küldött Szent Szellem által. Ezért nagyon fontos prédikációt hallgatni, nem csak Bibliát olvasni. Mert a Bibliá olvasás az egy dolog, de a betű meg is ölhet hanem a, szem, a mennyből küldött szent szellem által a prédikáció balontsága által üdvözít. Amen! Szóval azt mondja: most a prédikátorok a mennyből küldött szent által jelentik ki ezeket, a pro, ezekben a proficiákban az Isten nektek szánt kegyelmét. Ezért tehát, ez egy vonatkozó szó, ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonysággal, teljesen legyél biztos, teljes bizonysággal reménykedjetek a kegyelemben. De gyönyörű. Wow! Annyiszor olvastuk, de valahogy ezt nem ezt olvastuk ki belőle. Ezért teljes bizonysággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amely Jézus Krisztus megjelenése, amikor ő felfedi magát, elő fog állni. Amen! Na, akkor most térjünk, be a, a térjünk át a, a történetünkre. Márk 5, 25-től. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt. Fú. Lehet, hogy vannak dolgai, de ami nem egy, nem egy napos, nem két napos. Ennek az asszonynak a problémája 12 év. Azért az kemény. 12 év. Vérfolyásos volt. És ez a vérfolyás ez sok mindent jelentett. Tehát fizikailag nem volt oké. Okay. Nem érezte magát jól. Valószínűleg fájdalma is voltak. Sokat szenvedett, ezt mondja az ige. De ami még ennél is fontosabb, hogy vérfolyás közben nem tud teherbe esni. Nem tud áldott állapotba kerülni ez az asszony. Nem tud gyümölcsözni és nem tudja betölteni, főleg abban a társadalomban azt az elhívását, hogy ő gyümölcsözzön. Ez annyira igaz az egyházra is. Hogy amikor az egyház folyásos, elfolyik az ereje, elfolyik a, a vért, nem a megfelelő helyen kezeli, ami a mennyei szentében van egyszer, és mindenkorra, hanem erre folyik, arra folyik, akkor gyümölcstel van az egyház. Nem tud megtermékenyedni, nem tud gyümölcsözni. Na de nézzük a megoldást. Sok orvostól sokat szenvedett. Hú. Mindenét ráköltötte. Mondhatnám, hogy ráment a gatyája is. Mindenét ráköltötte, és mégsem lett jobb. Ez a szomorú az egészben. Sok minden lehet próbálkozni, éveken át. Az egyházban is, az életedben is, éveken át. És mégsem, mégsem lett jobb. Semmi hasznát sem látta. Annyira szép ez a mondat, ugye? Te jössz az úrhoz, próbálkozol, keresel, és semmi hasznát nem látod. Van ilyen rész, van ilyen terület az életedbe? Hm. Hallottál már ilyenről? Semmi hasznát nem láttam, Hanem még rosszabbul lett. Na ne. lehet ezt még rontani? Nem elég, hogy szenved, nem elég, hogy gyümölcstelen, nem elég, hogy fáj, nem elég, hogy elkölti mindenét, nem elég, hogy még többet szenved, még rosszabbul lesz. Minden reményel, minden remény elveszett. Minden lehető természetes és nem természetesnek tűnő lehetőség is elveszett. Na de figyelj, mi történt. Ezek után, mikor, miután már rosszabbul lett. Amikor azonban meghallotta, amit Jézusról beszéltek, eljött ez az asszony, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját. Mert így gondolkodott mondja Márk, Mátébe azt mondja, mert azt mondta magának. Mind a kettő nagyon fontos. Mert így gondolkozott magában, és mert ezt mondta magának. Ha a ruhája szegélyét, akár csak a ruhája szegélyét is megérintem, meggyógyulok. Hú, honnan szedte ez a nő ezt a... Hát fel már minden próbáltál, nem? Már minden pénzedet elköltöttek, nem? és nem jobb lett, hanem rosszabb. Mégis valami fordulat áll be ennek a nőnek az életében. Mikor áll a te életedbe az igazi nagy fordulat? Amikor neki is. Amikor ezt nagyon egyszerűen nagyon le tudja a szerző, azt mondja, hogy amit Jézusról beszélt, ha meghallotta, amit Jézusról beszéltek. Amikor meghallotta, amit Jézusról beszéltek. És ennyi? Elég volt neki, hogy mindent megváltoztasson? Rágódjunk ezen egy kicsit. Hallotta. És újból hallotta, és azt mondta, még egyszer mondd el nekem, hogy is volt, hogy gyógyult meg a tíz leprás. Mond el nekem, hogy szaporította meg a kenyeret? És a halat? Mond el nekem, hogy is volt az, hogy a kánában helyre hozta meg oldra? Mond el nekem, hogy támasztotta fel az ifjút, aki meghalt. Mondd el nekem újra, meg újra, meg újra, meg újra, mit csinált? Hallgatta. Hallgatta, mit hallgatott? Jézusról szóló beszédet. Amen! Azért van benne, mert ez a te megoldásodnak is a kulcsa. Hallgast a Jézusról szóló beszédet. Nem akármilyen igét hallgatott. Nem akármilyen prédikáció, most akármilyen nem úgy értem, hogy nem mindegy, hogy mit hallgatsz. Nagyon sok prédikációt hallgatott, nagyon sok zsinagógai előadást hallgatott, nagyon sok családi áldást hallgatott ez a nő, és egyiktől sem gyógyult meg, pedig ez egy zsidó nő. Zsidó otthonban, zsidó neveltetésben, zsidó kultúrában, zsidó ünnepeke, amit mind az sínai ószövetségből vezetnek le. A körül forog. Fel van írva a házának az altára, a házi áldás, fel van írva az, az oszlopfőkre, talán a kezére is, a, a kötényére is, a homlok fe, fe, kendőjére is. Mégsem gyógyult meg. Mert a betű nem elég. Az a betű elég, amelyik Jézusról beszél. Amen! Azok a prédikációk megoldás, amelyik mond ki bátran, hangosan. Jó Jézusról beszél. Amen! Figyelj, akkor jött a fordulat, nem máskor. Neked is akkor jön a fordulat, nem máskor. Mikor meghallotta és hallgatta, amit Jézusról beszéltek. És ez akkora fordulatot hozott az ő világában, az ő gondolatvilágában, hogy eljutott erre a pontra ez az asszony, aki le volt amortizálva, aki le volt nullázva anyagilag, aki le volt nullázva érzelmileg, aki le volt nullázva társadalmilag, aki a legalján volt mindennek, hogy eljut arra a pontra, hogy azt mondja, azt gondolja magában, nagyon fontos, azt gondolja magában, hogy Jézusnál van a megoldás. Amen? Lehet, hogy te, te a gondoddal, a bajoddal még nem jutottál el odáig, hogy Jézusnál van a megoldás, akkor még nem hallottál elég Jézusról szóló prédikációt. Ez a nagy helyzet. Mert ez az asszony eljutott oda! Jézusról! Jézusról besz, amikor meghallott, amikor, amikor, amikor hogy Jézusról, amit Jézusról mondtak, valami átkattant. Valami felépült benne. Lehet, hogy egy pillanat, de nyilván van egy kattanás, amikor az ember átkattanál, Nálad átkattan már, hogy nem mindegy, mit hallgatsz. Átkattan már? De az egy idő, amíg felépül, amíg nő, nő, nő a feszültség, Á, nem lehet ez, hogy csak én, nem lehet, hogy a proféciák a nekünk szánt kegyelemről szólnak. De! De lehet! Át kell, hogy kattanjon! De előtte fel kell, hogy épüljön! Hallgatás és hallgatás és hallgatás által, a Jézus beszédéről szóló hallgatás által. Amen! És annyira, és figyelj, figyelj, ezzel rágottunk az elmúlt hetekben, hogy gondolta, mint gondolkozik, mire használta a fejét? Mire használta a fejét? Hogy Jézusban lássa a megoldást. Hogy hogy is hogy is van? Tényleg lehet, hogy ő a messiás? Tényleg a messiás eljön és meggyógyít mindenkit? Tényleg a messiás eljön és nyilván neki az volt a legfontosabb, hogy meggyógyuljon? De minden más ígéret a messiásban, a teljes üdvösség, a teljes paletta, a gyógyulás, az anyagi áldás, a kapcsolati áldás, a szolgálati áldás, a megbecsültség, az örök élet, ez mind benne van. Amen! És mondja magának, ha csak megérintem a ruháját. Fú, ez akkora szint, ez akkora szint azt jelenti, hogy nem kell semmi engedi. Ugye? Senkitől semmi engedélyt nem kell kérje. Elég erős, ugye? Azt is jelenti, még Jézustól se kell engedélyt kérjek. Ez azt is jelenti, még Jézus beleegyezése sem kell. Uram, ha szeretnél meggyógyítani. Nem! Figyelj! Hú. Annyit hallgatott Jézus központú beszél, annyit hallgatott az Isten örök, örök igazságra szóló beszélt, hogy valahogy benne eljött az, hogy igazából meg se kell kérdezni, el se kell adódni, mert ez biztos, hogy Isten meg akar gyógyítani. Ez biztos, hogy Isten be akarja tölteni az én szükségemet. Már nem kell kérnem. Egyszerűen el kell, meg kell, hogy vegyem, át kell, hogy vegyem. Meg kell ragadjam. Azért sok prédikációt te ezt hallgatni. Nem azt, hogy hú, miben nem vagyok jó, várjál, ha költög nézegető kereszténység, tényleg van szősz a köldökönben, hát akkor nem vagyok jó az úrnak. Értitek? Nem, hanem arról, és er, ezek a félem és a reszketésnek a proféciái. Minél vadabbak! annál nagyobb bátorságot és annál nagyobb kijelentést fog neked adni, és ma meg fogunk nézni egy ilyet, vagy kettőt, vagy hármat, meglátjuk, hogy megyünk bírjátok, hogy az Isten valahogy teljesen másképp működik, mint ahogy mi gondolnánk elsőre. Mert ez a nő hallotta, hallgatta, és azt mondta, hogy figyelj, ez nem kell. Kell hozzá Jézus nyilván, de nem kell az engedélye, mert belőle folyik az élet, belőle folyik az áldás. Mert ő mindenkinek elérhető. Ő nem elvonul, nem bezárkozott, nem a kárpiton túl van, hanem ő itt van, itt jön közöttünk. Mi kell? Hogy oda menjek. Hogy megérintsem. Ezt gondolta, sokszor kell ezt gondolni, sokszor kell az, az, úr megváltó igény gondol, a kegyelemnek az igény, a kegyelemről neked szóló proficiákon gondolkoznod, hogy te eljuss a gondolkozásodban. És ez nem volt elég. Használta a fejét, nagyon jó. Aztán a márkban azt mondja, azt mondta magának beszél magába. Ha hát nem belül, azt mondja, én elmegyek. Én komolyan mondom, én elmegyek. Elmegyek, és meg. De, és közben jönnek a gondolatok. De mi van, hogy csak kiderül, hogy vérfolyás, mert tisztátalan vagy, törvény szerint el vagy ítélve, a törvény szerint nem léphetsz a közösségbe, a törvény szerint, aki ezt hozzáérsz, sőt, leülsz a padra, a parkba, és aki utána oda leül, az is tisztátalan lesz. Ezt mondja a törvény. És ezek a racionalizálások, de hát, hogy jó, hát ez veszélyes, vagy akármi. Az, és mondja, ne, én akkor is, én akkor is elmegyem, mert Jézusnál gyógyulása. Nem érdekel! Mondja magának! Mormogja az Isteni igazságot, az Isteni kegyelemnek az igéit. Nem elég gondolnod, hanem mond magadnak. Senki nem tud annyit prédikálni magadnak, mint te magad. Ha meg nem tudod, mit mondja? akkor meg rakjál be, ma fantasztikus időben és korban élünk, 24 órában, 24 órát hallgathatsz Krisztus központú üzeneteket. Csak a sziverősítő tévét berakod egy playlistben, amúgy úgy is van, és ha menjen éjjel-nappal, Krisztus központú üzeneteket fogsz hallani. Éjjel-nappal! És hogy ezt két évig csinálod, fogadás kötök veled, te nem ugyanaz az ember leszel, mint aki ma itt vagy. Ha te két évig éjjel-nappal hallgatod a Krisztus központú kegyelemről, neked szóló kegyelemről szóló üzeneteket, te nem lehetsz ugyanaz az ember. Na azzal kezdsz, mert azzal fekszem, azt beszél, mert ezen gondolkozom, ezt motyogod magának. Hát persze, hogy az Úr megáll engem, hát persze, hogy meggyógyít, hát nem létezik. Meggyógyítom és meggyógyítom. megérintem és meggyógyít. Hú. Amen. Szóval gondolta, és Mondta magának. Ez a bibliai szakifejezése a kérődzésre. Meditálás. Mondd magadnak a bajszod alatt. Mondd újra, és újra, és újra. És mit csinál? Mi, mi jön ebből? Amikor már gondolod? Mert már hallottad elégszer. Figyeljtek a sorrendet! Amikor hallotta a Jézusról szóló beszédet. Nem a vallásos dumát, nem az ószövetséget, hanem a Jézusról szóló beszédet. Ami, a, mert Jézusban megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, Isten jósága minden embernek. Mikor ezt hallotta, ezt hallgatta, ezt hallgatta, és hallgatta, mit csinál? Ezen kezd el gondolkozni. Utána mi történik a lépés? harmadik lépésben. Ez kezd ilyen mocsogni magának. És utána mi történik negyedik lépésben? Azt mondja, hogy én oda megyek és megcsinálom. És meg is csinálta. Erről ködött? Ez egy annyira egyszerű s, hogy folyamat, ami az ember benne van. Ott dől el, hogy mit hallgatsz. Megvan? Na, ez történt. Oda ment. Megérintette. Azt mondta. Ha csak megérintem, meggyógyulok. Szóval, amikor meghallotta, amit Jézusról beszéltek, eljött. És a sokaságban hátulról megérintette Jézusnak a ruháját. Mert így gondolkodott. És mert így mondta magának. Ha megérintem, akár csak a ruháját is, meggyógyulok, és nem fogod elhinni, mi történt. De nem akárhogy. Azonnal. Csoda. Bum! Felrobbant a mennyi. Ott bele. Tömeg volt. Semmi baleset nem történt. Halleluja. Ott a tömeg közepén Bum! belerobbantam egyebbe a nőbe. A többiek semmit nem vettek észre. Fú, egy ember kivéve Jézus. A többiek pedig tömeg volt. Mindenki ott volt, mindenki Jézus, Jézus, de nem úgy, mert nem a beszédtől indultak. Mert nem a gondolkozáson át haladtak. Mert nem a maguknak való motyogáson keresztül jutottak oda, hogy már szinte automatikusan megcselekedjék. Csak ebbe a nőben, de ebbe a nőben viszont bum, berobbant a menny, mert azt mondja. És azonnal, gyönyörű ez a szó, azonnal. Á, majd holnap után gyere vissza. Nem. Azonnal ellapadt a vérzés forrása, és érezte a testében, hogy kigyógyult a bajából. Kész, vége, le van zárva. Halleluja, ez már mind, ami régi volt a múlté, és egy új jött el. Jézussal mindig egy új jön el. Amen. Hát kevés az elmen de ennél jobb ez a prédikáció. Azt mondja, egyből, azonnal ellapadt a vérzése, és érezte a testében, hogy kigyógyult a bajából. Igen, nem, de nem volt ezzel egyedül, hogy megérezte, hogy a menny ott van. Jézus is ugyanígy volt vele, Jézus is azonnal észrevette. Amen? Azonnal akarjuk az Úr beavatkozását. Igen ám, csak előtte volt egy felfutása. Hallotta a Jézusról szóló beszédet, azon gondolkozott, az, az azon meditált, azt motyogta magába, és szinte automatikusan már jött és megtette. És akkor Azonnal. Nő is meggyógyult, és Jézus is azonnal érezte, azonnal észrevette, hogy Isteni erő árad ki belőle. Ezért a sokaságban megforduló itt szólt, állj! Közben tolónak az emberek. Lökdösödnek! Ezt mondja a másik evangélium. lögdösődnek És azt mondja, állj! Álj, álljatok már meg! Hova megyünk? De amúgy mennek valahova? Hova mennek? Ki tudja. Jairus házába, hogy meggyógyítsák a haldokló lányt? Azt a neki. Nem kevesebb van Jézus, most nagyon rá van állva egy típusú gyógya, most Jézus csak gyógyít, hogy a anyagi problémáiddal ne is kerest. Jézus most el van fogalva veled, úgy, hogy rád már nem ér -e. Kérdés az, hogy te mit ragadsz meg. Te hogy ragadod? Te hogy ismered? Félsz és rettegsz, hogy valamit elrontasz? Vagy alig várod, hogy megragadod amit, a, a, megragad azt, amit Isten készít. Szóval mennek, nyomul a tömeg, de Jézus megér, rá, ráér megállni. Várjunk, álljunk meg egy pillanatra. És megfordul a Ki érintette meg a ruhámat? Még a testét se kellett, hogy megérintse. Még a testét Azt mondtam, ha megérintem a kis mit meggyógyulok, akkor úgy lett volna. Ha azt mondta, hogy távolról meglátom, és meggyógyulok, akkor úgy lett volna. Ő ez a nő, eljutott el, hogy a ruháját kell megérinteni, én nem megyek most ebbe bele, hogy az ő szányainak az árnyékában, a ruháinak a bojtjában, az imasájának, mert ez az imasája volt Jézusnak egy ilyen zsidó viselet, oltalmat találok. Neki ezt ragad be, mert lehet, hogy ezen az igén a 91-es a meditált mondjuk többek között, mikor Jézusról hallott. Hogy is van benne Jézus a 91. Zsoltárban? Vagy a 119-es Zsoltárban elég hosszú, úgyhogy jó sokat lehet rajta meditálni. A leghosszabb Zsoltár, 119, ma van egy kis részünk belőle is, ha eljutunk oda. És ő azt mondta, hogy a ruháját, és a ruháját megérintve azonnal meggyógyult, és azt mondta, éreztem, erre árad ki belőlem, ki érintette meg a ruhámat. tanítványai így felettek. Ó, oh, a mester, hát na. Miről beszélünk? Mindenki. Lögdös. Látod, hogy tolongnak körülötted a sokaság, nem elég Jézus körül tolongnod. Nem elég tolongnod mindenféle keresztény rendezvényeken, konferenciákon, happeningeken, eseményeken, alkalmakon. Sokan tolongtak itt Jézus körül, csak egyetlen egy gyógyult meg. Aki hallotta a Jézusról szóló beszédet, aki ezen gondolkozott, aki ezt motyogta magába, és aki szinte önkéntelenül meg is tette, azonnal meggyógyult. Hát, tanítanak, hát tolongnak itt azért jó sokan. Nem látod, körülted? És azt kérdezed, kérintett meg? Hát ne már, Jézus, hát ez... De Jézus erre körülnézett. Nem, nem. Nem maradunk ennyiben. És figyeld meg, Jézusnak az a fontos, hogy kapcsolódjon hozzá a nőhöz. Keresi. Jézus keresi ezt a nőt, akiben ekkora hit volt. Akiben ekkora megértés volt, akiben így működött az Isteni kijelentése, hogy megváltoztatta az egész gondolkozását, megváltoztatta a beszédét, és megváltoztatta a cselekedét a törvény ellenére. A törvényjel szemben. Na ez, az az a szint, mikor már nem a törvény fog kötni. Mikor nem a tradíciók fognak kötni. Mikor nem a, a vallásosság fog kötni, hanem a Krisztusról szóló beszéd. Megvan? Az anya azt mondta, mindent, mindent maga mögött hagyok Krisztus beszédéért. Amen. És Jézus ezt az embert keresi. Legyen ilyen ember. Téged keres. Téged keres, mikor ebben a hitben vagy. Mi a hit? Hogy Jézus beszéde elég. A Jézusról szóló beszéd az elég. Az Isten kegyelme elég. Amen. Azt mondja, körülnézett, hogy láthassa azt az asszonyt, aki ezt tette. Az asszony pedig, figyelj a szavakat, mivel tudta, mi történt vele. Mit tudott az asszony? Hogy beteg voltam? 12 éve? Hogy fájdalmaim voltak? Hogy mindenemet elköltöttem? De jól vagyok! Ezt tudta az asszony. De nem az az ember vagyok, aki voltam. Ezt tudta ez az asszony, mivel pontosan tudta, mert érezte, mert átjárta, mert a menny felrobbant benne. Mivel tudta, hogy mi történt vele, hogy meggyógyult, hogy tudta, hogy működik Jézus Krisztus jelenlétében, érintésében, a beszédében levő kegyelem. Ezt tudta. Mit csinált? Félve és remegve jött elő Jaj. Jaj. Jaj, de félek. Hát meggyógyultam. Jaj, de félek. Meggyógyult. Jaj, de... Ne... Nem skizofrén volt ez az asszony. Hát te 12 év után, miután mindenedet elköltötted, miután csak rosszabb állapotban lettél, a hited működik, és egy érintés által azonnal meggyógyulsz, akkor te félsz, vagy nem félsz? Hát most már meg vagyok gyógyulva. Ki bizonyítja rám, hogy törvénytelen, amit csinálok? Meg vagyok gyógyulva? Nem, nincs törvénytelenség, még az sem igaz, hogy megtörtem volna a törvény. De hát, de amíg jött, addig végig, aki ezt hozzájöttél, megtörtént. Igen, ám, de bizonyítsátok be. Teljesen tiszta vagyok. Wow! Amit a törvény nem tud megtenni Jézus, azt is megteszi. Amen! Szóval ezért félelem és rettegés proféciál. Mit csinált ez az asszony? Miután tudta. Mivel? Figyelj, figyelj, figyelj a szöveget. Mivel? Azért, pontosan azért, mert tudta, hogy mi történt vele. Jött, félelemmel és reszketéssel. Akkor most félt vagy valami más van itt ezzel az asszonyjal? Ugye? Azt mondta, wow! Wow, uram, Wow! Azt a neki! Elámulok! Fantasztikus! Tényleg működik! Ezt mondta ez az asszony. Ez jelenti a félelem és reszketés. Mind a két szónak, a félelemnek is, és a remegésnek és reszketésnek is, ha megnézitek a szótárban, igen, van egy jelentése, hogy félni és remegni. De mind a kettőnek benne van a szótárban, ma meg fogunk nézni két ilyen, vagy egy-két ilyen ige helyet, ahol azt jelenti, hogy elámulva lenni. Ámulatba esni. Teljesen lenyűgözve lenni. Önkívületi állapotba. Újongani. Mondhatnám nagyon egyszerűen, wow! Mind a két szónak van egy ilyen jelentése. Mikor elérsz, és az Isten Fantasztikus nagyságát, jóságát, kegyelmét megtapasztalod, ez a nő megtapasztalta. Meggyógyult azonnal, amiben nem tudott. És azt mondja, wow! Wow, lenyűgöző, uram, fantasztikus. Lenyűgöző ez az egész. Féleleme és rettegése odajött, és figyelj, és leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Elmondta nekik, tényleg Jézus, képzeld el, hallottam rólad. Hallgatni, akartam még többet hallani rólad. Rólad, mert látom, egyre inkább világosodik bennem, hogy te vagy a messiás. Egyre inkább világos bennem, azt is hallottam rólad, amikor a zsinagógában Názerbe felállt, és azt mondta, hogy a kegyelem ideje elkezdődött. És hogy én ma a tifületek halatára be is töltöm ezt. Ezt is hallottam Jézus. És azt is hallottam, amikor az érdemeg nélkül meggyógyítottál, megszabadítottál, megáldottál másokat. Hallottam és, hallottam, és hallottam, és hallottam, és mondtam magamnak, nem vagy te személyválogató. Ez az igazság. Ez a teljes igazság. Ha akkor mi történik? Mondtam, hát akkor jövök én is. Hát miért ne jönnék? De hát még neked, mert ne engedélyt se kell kérjek tőled. Mert bele csak úgy ömlik a jóság. Amen. Szóval, mivel tudta, mivel tudta, hogy mi történt vele, hogy csoda történt, le volt nyűgözve. Ámulatba volt ejtve ez az asszony. Teljesen le volt taglóz az Isten természet feletti erejétől és jóságától. De tudjátok mi? Szerintem itt nagyon fontos pont ha csak megérinti, csak idézőjelbe elbeért, és meggyógyul, és Jézus megy tovább, Jairus, bár Jairus és a háza és a lánya is, mindenki, akkor azt mondja az hm. hm. de jó vagyok. Hm. Tényleg ez működik. De szerintem, ami igazán lenyűgözte, az, ami téged is le fog nyűgözni. Mikor Jézust, mikor Jézus azok után, hogy megragadta, ahogy a nő is megragadta, a ruháját, Keresi, hogy hol vagy. Kapcsolódik, személyesen kapcsolódik hozzád. Veled vagyok. Végre valaki. Hadd végre valaki. Végre valaki, aki megértette a lényeget. És ez a lenyűgöző, hogy az Isten keresi a kapcsolódást. Ezzel a nővel. félve is remegve jött elő. Leborult, azaz imádta Jézust, és elmondta a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki, leányom, a hited megtartott téged. Menj bele a békességbe szó szerint. Nem csak az, hogy menj el nyugodtan, hanem menj bele és járj a békességbe. Járj a teljes körű jólétemben, és a bajtól megszabadulva légy teljesen egész. Hogy ez működik egy területen, működik a másikon, működik a harmadikon, működik a negyedik területen az életednek. Minden területén. Amen! Na mit szóltok -e ez a félemhez is eszkedéshez? Lenyűgöző, amen! Elképesztő. Tényleg? Tényleg? Most akkor félni kell, vagy nem kell félni? Na akkor olvasok még egyszer. Csak a egy másik erre a Bibliába, hogy jól tudjam olvasni. akkor meghallotta, amit Jézusról beszéltek, eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját, mert így gondolkozott. És így beszólt magának. Ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok. És azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy kigyógyult a bajából. Jézus azonnal észrevette, hogy erő árad ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt. Ki érintett meg? Tanítványai lepróbálták koptatni, de Jézus azt mondta, nem, nem, valaki megérintett, és erre körülnézett, hogy láthassa azt az asszonyt, aki ezt tette! 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 Amen! Aki ezt tette! Az asszony pedig mivel tudta! Mivel tudta, hogy mi történt vele, félve és remegve félelemmel és reszketéssel munkálta az üdvösségét. Az asszony, mivel tudta, hogy Jézus meggyógyította, félelemmel és rettegéssel munkálta az üdvösségét, mert Isten volt az, aki munkálta benne mind az akarást, mind a cselekvést az ő jó tetszésének megfelelően. Mi is van itt? Mi is van itt? Filippi, a Filippi kettőbe vagyunk. Tudjátok, miről szól az egész Filippi második fejezete? Egy lenyűgöző igazságról. Öttől. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. És elkezd Jézusról beszélni. Mert ő Isten formájában lévén. Jézus, Krisztus, Istennel volt egyenlő. És mégsem tekintette zákmánynak, Jusnak, hogy egyenlő Istene. Hanem mit csinált? Megüresítette önmagát. Szolgai formát vett fel. Kinek? Kinek szolgál ő? És azzal, amit kiadott magából, az az erő, az hova megy? A vérfolyásos asszonyban. Beléd, azon a területen, ahol megrakatod. Nem lenyűgöző? Szóval, de figyelj, mert Jézusról szól, ez az egész második fejezet a Filippiben azt mondja, nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hogy ő maga Isten. Valahogy egy. Az atya, a Fő és a szent Szelem egy. Ezt nem tekintette zsákmánynak, hanem kiüresítette önmagát, és szolgai formát vett fel. Téged szolgál. Neked szolgál. Wow! Wow! Ez egy üzenet? Ez egy wow! Ha neked ez nem válhat téged, ez nem nyűgöz le, akkor nem értesz magyarul. De biblikusan biztos nem értesz. Isten kiüresíti magát, és minden, ami az ő, azt neked adja, és ő szolgál fel azzal, aki ő. Wow! Félsz és remeksz? Elámulsz? Akkor kezded kapizsgálni. Hát de ez még nem volt elég, hogy csak felszolgált. De Jézus ezt elmondja szó szóval szerint. Én vagyok a középpontban, az utolsó vacsorán is. Én a középpontban. Ha a legnagyobb vagyok, mégis én vagyok mindegyik őtöknek a szolgálja. Nem valami eretnek újdonságról beszélünk, Jézus maga mondja ezt. Itt csak megismétlipál. Azt mondja, wow, Figyelj! enged, hallgassd a Krisztusról szóló beszédet. Ez Jézusról szól. Ő. És ugyanaz az indulat legyen benned. Amilyen ő. De őt nézd, mert ahogy őt nézed, ahogy ezen gondolkozol, ahogy ezt mocsogod magadnak, így fogsz cselekedni is. Szóval azt mondja, megüresítette a magát, szolgai formát vett fel. Wow! Emberekhez hasonlóvá lett az Isten. Wow! Micsoda? Ember, az Isten, aki annyira összehasonlítatlan az ember, mégis emberé lett. Wow. Miért lett ő emberé? Hm? Mert ez, ez önmagában eldobod az agyadat ettől. Hogy az Isten emberé lesz. Olvasok tovább. Megalázta magát. Az Isten, aki emberé lett, megalázta magát és engedelmeskedett, mint halálig. Mégpedig a kereszt halálig. Miért is? Miért kellett neki? Vagy nem kellett? Kereszt halálig engedelmeskednie. Mert te, meg én, meg te, meg te helyetted vállalta mindezt mert átokká lett. Érted? Hogy megmentsen téged az őseitől örökölt, hiába való, átkozott, halandó, szerencsétlen, beteg, vérfolyásos, szegény, rossz kapcsolatban levő életmódodból. Wow! Kereszt halálik. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé. Wow! Nem csak, hogy lefelé megy ez, hanem Elindul fölfelé. A nektek szánt kegyelemről profétálnak a proféták. Krisztus szenvedését mi követi? Dicsőség. Nem csak kiüresítette magát, hanem szolgai formában, és neked adta örökségként végrendelt, erről szól az új szövetség, hogy végrendeletként hátra hagyja azt, ami az övé, hanem fel is támad, hogy ahol ő van, ott legyél te is. Amilyen ő, most a mennyek dicsőségben olyan legyél te is, ebben az Életben, János 1, 1 János 4.18 szerint. Amen. Ezért fel is magasztalta őt az Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél magasabb, nincs nagyobb név, nincs nagyobb megoldás, nincs nagyobb erő, nincs nagyobb cél, nincs nagyobb értelme az életnek, mint Jézusnak a neve. Vagyok, voltam leszek a szabadító. Amen. Hogy Jézus nevére. Minden tér meghajoljon. Menjenjeké, földieké és a föld alattiaké. És minden nyelv megvallja, hogy Jézus Krisztus az Úr az Atya Isten dicsőségére. Wow, wow, wow! Háromszor mondja te is. Lenyűgöző ez. Mert ez a kontextus. Miről szól a Filippi 2? Hogy mennyire lenyűgöző az Istennek a megváltó, ajándékozó terve. Amen? Hogy Isten emberélet megváltott, felmagasztatott, és minden neki lett alárendelve. Ezért, ezért, ez a kötőszó nem én mondom, ez egy vonatkozó szó, így folytatódik, pontosan azért, amit elmondtam most eddig. Ezért félelemmel és rettegéssel munkájátok üdvösségeteket. Most kiadtam egy-két mert de a lényege nem változtat. Ezért, mert ő beállt a te helyedre, mert Isten emberé lett. Ezért legyél lenyűgözve, ezért ny lenyűgözve akar még többet az üdvösségből kimunkálni benned. Még vissza fogunk térni elő a kimunkálásra is. Amen! Ezért, mert ő mindent megtett. Ezért, te félelemmel és rettegéssel munkált az üdvösségedet, mert Isten az, aki munkálja bennetek, mind az akarást, mind a cselekvés az ő tetszésének megfelelően. Ezért zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romolhatatlanok legyetek. Isten hibádlan gyermekei az elfajult és elfordult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint a csillagok a világban, ha az élet Igéjére figyeltek. Mit csinált a az asszony? Az élet igényére figyelt. Hallgatta a Jézusról szóló beszédet. És a tömegből kiragyogat ez az asszony? Kinek a nevét tudod még ott a tömegben? Abban az elfajult, és paráz a nemzedékben. Kinek a nevét tudod még? Az ő nevét, ha tudom amúgy, de mindegy. Kiről van szó? Jézus nevét tudod. Amen. Mi történik? Lenyűgöző az Isten megváltó munkája. Elámító. Ezért félelem és rettegéssel munkájátok üdvösségeteket, mert ő az, aki a jó tetszése és akarata szerint munkája bennetek az akarást is, és a cselekvést is. Amen. Nagyon érdekes ez a munkálni szó, mert nem egy akár, többféle szó is van, legalább három a görögben is, a csinálásra. De ez a szó, amit van, ez a... Na, mindjárt kiolvasom, hogyha kibírom. Katergázomáj. Katergázomáj. Véghez visz. Mit jelent? Végéig visz valamit. Nem csak elkezd, hanem be is fejez. Véghez visz. Azt jelenti, hogy úgy cselekszi meg, ahogy azt meg kell cselekedni. Azt jelenti, hogy megcsinál. De az eredetben is kivitte lesz. Az angol tudók előnyben vannak work out. Munkált ki. Not work for. Dolgoz azért. Nem azt mondja, hogy dolgoz az üdvösségedért. Nem ezt mondja a szöveg. Hanem vidd a végéhez azt, engedd ki, szabaduljon fel teljesen, bontakozzon ki egészen azt, amit Isten már elkezdett benned az akarást is, és a cselekvést is. Amen! Mi történt az asszonya? A vérfelsős asszonya hallgatta Jézusról szóló beszédet. Isten ezáltal elkezdett benne egy akarást munkálni. Én meg akarok gyógyulni. Én is akarom ezt. Ne? Utána mi történt? Elkezdte mondani magával. És ugyanez az ige, ami Jézusról szólt, és ahogy ő mondogatta magának, prédikált magának a neki szóló kegyelemről, Isten kimunkálta belőle a cselekvést is. Figyeltek? Ez egy nagyon nagy kulcs. Nem te munkálod ki a cselekvést hanem Isten a beszéde által. Nagyon fontos, a kegyelem központú beszéde által, Krisztus központú Jézusos szóló beszéde által, mert Jézusban megjelent az Isten kegyelme, ezért használom felváltva. Amen! Kimunkálta benne az akarást, és benned is ugyanaz fogja kimunkálni az akarást. Kimunkálta benned a cselekvést, és azt mondja, amikor már elámultál eléggé, hogy milyen csodálatos, akkor te ragd rá a pontot. Tudod, hogy rakod rá a pontot? Ahogy az asszony is. Akkor lett teljes az üdvössége. Mikor lett, Krisztó, mikor lett teljes? Mikor imádta. Félelmés rettegése való üdvösség a munkálása az, hogy el vagy álmodva az Isten jóságán, és ezért imádod őt. Amen! Mert tudta, mi történt vele. Mert tudtad, mert tudod, hogy ezt nem te hoztad össze. Ez nem a te erőd, hanem az az Isten kegyelme. És akkor leszel teljesi ámulatban, mert akkor már nem magadra nézel, jaj, de jó voltam, hanem Jézusra nézel, jaj, de jó vagy, jaj, de csodálatos vagy. Az üdvösséget, az áttörés, akkor teljes a kép, mikor azt mondod, imádlak, teljesen tied vagyok, nem akarok a magam fejem után menni. Amen! Szól nektek ez? Félelme és retteg de akkor is most mondok egy nagyon erőset. Csak akkor tudod kimunkálni az üdvösségedet. Nem megdolgozni érte, mert nem lehet megdolgozni. Kegyelemből van üdvösségetek! Hit által. Amen! Efézus 2.8. Kegyelemből van üdvösségetek. Nem tudod mert nem tudsz megdolgozni érte hanem teljesét tudod tenni. A végéig tudod vinni. Mikor? Mikor? Mikor ámulatban imádod az Urat. Amen? Tehát, ha te nem ámulsz el az Úr nagyságán, jóságán és kegyelmén, nem tudod az üdvösséget teljesíteni. Mert ahhoz, ez az igaz mondja, hogy ámulatban félelme és rettegéssel tudod kimunkálni, tudod a végéhez vinni az üdvösségedet. Azért kereste Jézus a nőnek a szemét. Hogy lássa, hogy teljesé Hogy tudja azt, hogy nem egy szolga vagy, hanem én szolgálok neked. Nem neked kiüresítened a pénztárcádat, hanem én kiüresítettem az Isteni mi voltomat, hogy a tied legyen. Ezért menj a békességben. Menj az Isten teljes körül jólétében. Szó szóval ez? Szól ez? És még csak alapozunk. Most annyi az idő. Nagy a szívedről? Mert, mert úgy folytatom, mert ő az, aki munkája bennetek mind az akarást, mind a cselekvést. Az ő tetszése, meg, tetszésének megfelelően, és az ő tetszése az, hogy jó legyen. Amen? Ő munkálta, mert és ilyenek vagytok ti, ha az élet igére hallgatok. Így folytatódik, ugye? Ha az élet igére hallgatok, ki az élet Jézus! Amen! Szóval a véghez visszcselekszik. És nagyon érdekes, ugyanez a szó visszatér, amúgy legtöbbször a római levélben. A római levél, de kimondtam izgalmas rész, Róma 7-ben jön vissza ez a katergádzó máj szó, amit félelem és rettegéssel munkáljuk, azaz ámulatban munkáljuk, az üdvösségünket tesszük teljesé. Róma 7-ben, és csak egy, egy részt olvasok fel, most nem erre fogunk foglalkozni, izgalmas téma, 14-től azt mondja: Tudjuk ugyanis, hogy a törvény le szellemi, én pedig testi vagyok. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek? Jó. Hiszen amit teszek, és itt ez a. Katelgázomány szó van, amit megcsinálok, és ebben a szövegben több szó is van a cselekvése. Ami valahogy így belülről rajtam keresztül megcselekvődik. magyar nem olyan jó ebből a szempontból, művel. Műveltetés folyik itt. Szóval figyelj, hiszen amit így valahogy belülről megcselekszem, azt nem is értem. Mert nem azt csinálom, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. 17. Akkor pedig már nem is én cselekszem így belülről, mondja ugyanez a szó. Figyelj, nem is én teszem azt, nem is én cselekszem meg egy ilyen belső valami által, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint ahogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy így belülről természetszerűleg, szinte automatikusan megcselekedjem, megint, hogy ez a szó szerepel nincs. Figyeljetek, mert jönni fog a csatorna mindjárt. Hiszen nem azt teszem, nem azt csinálom, amit akarok tudatosan, a jót, hanem azt csinálom, amit nem akarok a rosszat. Ha pedig azt teszem, csinálom, amit nem akarok, akkor már nem is én cselekszem így belülről szinte automatikusan, itt megint ugye ez a szó szerepel, hanem a bennem lakó bűn. Miért olvastam fel ezt a részt? Mert pontosan arról beszél, ugye ezt a szót használja itt ugyanaz a szerző, a szellem, szent szellem, pálon keresztül, hogy van a testünkben, van a szervezetünkben, egy ilyen belső megmunkálás, munkájátok ki az üdvösségeteket, ugye mondja a Filipiben. Itt azt mondja, hogy a bűn munkálkodik bennem. És nem is én vagyok az, aki csinálom, ha bár én csinálom végeredményben, nem? De van egy ilyen belső cselekvő erő bennem. Mi ez a belső cselekvő erő? Itt a Róma hétben. A bűn! Megvan? És felkiált, hát ha ez így van, hogy nem is azt csinálom, amit csinálni akarok, hanem ez ilyen belső cselekvő erő csinál bennem valamit és rajtam keresztül, és nem is én csinálom, akkor ez egy óriási nagy lamasztika. Mert nem azt akarom csinálni, mégis azt csinálom, azon kapom magam, hogy a rosszat csinálom, amit nem akarom, én a jót akarnám csinálni, de mégsem tudom, mert ez a belső működő erő mégis azt csinálja. Húha! Felkiált! Én nyomorult ember! Hát ez egy nyomorult állapot. Ki szabadít meg engem ebből a halára ítélt testből, amiben egy ilyen belső erő munkálkodik? A bűn az. Ki szabadít meg? De megvan a válasz. Hála legyen az Istennek. A mi Urunk Jézus Krisztus az. Na akkor, mi a feladat? Hogy ezt a bűn, a bűn által bennünk cselekvő erőt, le kell cserélnünk, ami a rosszat akarja, ami a rosszat csinálja rajtunk keresztül, a bennünk cselekvő jóra, aki bennünk cselekszi az üdvösséget. Megvan? Megvan, miről beszélek? Vagy ám elvesztetek, nagyon mi volt. A Róma hét azt mondja, hogy van egy cselekvő, cselekvés, késztető dolog bennünk a bűn, ami azt hozza, hogy nem a csináljuk, amit szeretnénk, hanem a rosszat. Ez eddig tiszta sor. A Filippi azt mondja, hogy van egy másik ilyen erő, Krisztus Jézus által, amit hogyha te pengetsz, magadévá teszel, akkor Isten lesz az, aki az akarást is, és a cselekvést is véghez fogja vinni. És neked marad az a megtiszteltetés, hogy a pontot Tedd rá a befejezett megváltásra. Tudod, hogy tudod a pontot rátenni a befejezett megváltásra? Az imádással. Amen! Na de hogy tudom a bűnt lecserélni? A bűn által működő ilyen belső erőt az Isten által működő belső erőre. Válasz nagyon egyszerű. Hogy elámulsz. Az élet. Igen. Nem egyszer, hanem hallgatott. Mert ebben a vérfolyásos asszonyban is működött, nem csak az erkölcsi cselekvése szintjén, hanem a biológiai szintjén is működött ez a rossz erő. Belül. Megvan. Hogy tudta ez a nő meg, meg lecserélni ezt az első erőt? Hallgatta a Jézusról szóló beszédet. Hallgatta, 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 ezen gondolkozott, ezt mocsogta magának. És az az erő, Isten az, aki műveli benned az akarást, már akarta azt a jót, amit Isten készített. Ő volt az, aki művelte benne a cselekvést is. És ő volt az, aki meg is fordult, hogy szembesüljön és megadja azt a megtiszteltetést a nőnek, hogy teljesít tegye az üdvösségét az ámulatában, hogy imádja. Amen! Kezd lenni? Kezd lenni? Azért nagyon csend, mert emésztitek, vagy azért nagyon csend, mert elvesztettelek titeket? Elámultatok. Ez a, ez, erre van az igehétet is bolondsága a Szent Szem által. A amen! Menjünk egy régebbi passzushoz, ahogy ugyanez jön vissza. Csak gyorsan végigfutunk rajta. Ézsaiá, ezért ilyen 36. Ezért ilyen 36. Miről szól az ezikia? A helyreállításról. Új életnek az ígéretéről. Ezik 36, 22-t olvasom. Figyel, 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 mert annyira, annyira csapós a félelemnek és a rettegésnek a proféciája ezek, akarom mondani, a wow-nak a proféciái ezek. Az elámuló, az elámító Istennek a proféciája, az üzenetei ezek számodra, amik a neked szóló kegyelemről szólnak. A mennyből küldött szellem által prédikált jó hír által, amiben angyalok vágynak beletekinni, ezért teljes józással, józansággal ragaszkodjatok, és várjátok azt a, 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 azt a reménységet, aminek a célja a kegyelem. Na figyeljetek, 22. Ezért kiel 36-22. Ezért mondd ezt Izrael házának, így szól az én uram az úr. Nem ti értetek cselekszem én, Izrael háza, hanem szent nevemért, amelyet gyalázatosát tettetek a népek között, amelyre csak jártatok. Elég erős a felütés. Miről szól az? Rossz hírt hoztatok rám. Be ti, Izrael fiai, bemocskoltátok a nevemet. Tehát, hogyha most azt adnám, ami jár nektek, akkor mi lenne az? Mi lenne az? Leszámolás kis -tókióban. Félelem és rettegés Izrael földjén. Ugye? Ahogy egy csomó profícia erről szól, látszólag. Megvan? Tehát azt mondja az Úr, hogy teljesen blamás. Bl 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 teljesen le le lejárhattatok engem a többi nép között. De megmutatom, hogy szent az én nagy nevem. Amely gyal gyalázatosá lett a népek között. Mert gyalázatosá tettétek közöttük, megint ti, 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 ti semmi jót nem tettetek akkor megtudják a népek, hogy én vagyok az Úr. Így szól az én Uram az Úr, az Úr. Amikor szemük láttára megmutatom rajtatok, hogy szent vagyok. Ezt mondja aznak a népnek, akit, akit megmondta, hogy rossz reklám vagytok. Hogy ti miattatok nem hisznek bennem a népek. Mert annyira hiteltelen judaisták vagytok. De megfogom rajtatok a hiteltelenségnek a mintaszobrain, rajtatok, meg fogom mutatni az én igazi nevemet, és hogy szent vagyok. Figyelj! Ki hozlak én, az Úr? Ki hozlak benneteket a népek közül? Micsoda? Azt hiszem, hogy arról szól, hogy szétszorlak, úgy, soha többé ne vissza. Azért, mert rossz reklám vagytok nekem. Én kihozlak, és jelzem itt, mindegyik, ahol arról szól, hogy az úr cselekszik, benne van egy Alef Taf. Az első és az utolsó. Az alfa és az omega. Azt mondja, kihozlak Alef benneteket a népek közül. Halleluja. Összegyűjtelek Alef az országokból. És bevészlek Aleftávban benneteket a saját földetekre. És ez igaz, ez a profécia az Izrael népére. Mert akkor fog így beteljesedni, mikor Jézus vezetése ők majd újra nép lesznek. De, ilyen ez egy neked szóló kegyelemről szóló profécia. A neked szánt kegyelemről szóló profécia. Kivel? Ki, ki cselekszik itt? Jót. Aleftávban az Úr. Az elsőben és az utolsóban az Úr. Amen! És rosszat hoz nekik? Ha nem? Érdemeik szerint? Nem, ez ott a felültés, hogy semmit nem érdemeltek. De én azzal fogom megmutatni, hogy ki vagyok, amikor úgy bánok veletek, hogy végképp nem érdemlitek. Mert ez vagyok én, ez az én igazi természetem, mondja az Úr, a kegyelm Istene. Amen! Figyelj, szóval kihozlak Aleftában benneteket a népek közül, összegyűjtelek, én az Úr az országból is, beviszlek, én az Úr Aleftában benneteket a saját földetekre. Tiszta vizet hintek rátok ki? Ti magatokra? Én az Úr rátok. Hogy megtisztuljatok? Minden tisztátalanságotokból, a vérfolyásból is? A vérfolyásból is. Halleluja! és minden báványotoktól megtisztítalak, Aleftáv van benneteket. Ki csinálja ezt? Őknek neki kell megtérni, megtisztítani magukat, bálványokat kidobni, levágni, és... Ki csinálja? Ki az, aki az akarást és a cselekvést csinálja? Az Úr, kiben? A wow, az Istenek a Wow, lenyűgöző megnyilás, amikor Istennel volt egyenlő is emberi lett, szolgai formát vett fel. Kereszt halálig mindezt a nehézséget, mindezt a rosszat, mindezt a bűnt lerendezte Izrael fiai helyett is, és helyetted is. Bármi is az. Amen, figyelj! Tehát ez csak az Izraelnek szól. Na most figyelj! 26. Új szívet adok nektek. Tényleg csak Izrael szól? Miről szól az újjászületés? Új szívet adok nektek. Tudod, miért nem csak Izrael fiainak szól? Három dolgot fogok mondani. Egyrészt, mert Jézus tegnap, ma is mindöröki ugyanaz. Amen. Második, mert valahány ígérete van Istennek. A zsidóknak szóló ígéreketek is beleértve. Mindaz, igen és amen, számotokra, számotokra ő benne. Harmadik, Krisztusban nincs nő, és nincs férfi, oh, oké, okay. nincs zsidó, és nincs görög ígéret. Sem. Amen! És innen tudod pontosan, te hogy neked új szívet adott az Úr? Persze, hogy ő fog megszabadítani. Persze, hogy ő fog. Nem neked kell az üdvösségednél megdolgozod. Még a judaista Izrael fiainak sem. Még a 2000 éves szétszólatás után sem. Nekik kell megdolgozniuk a helyreállításukért hanem az Úr kegyelme fogja ezt véghez vinni rajtuk, hogy megmutassa, hogy ő kicsoda igazából. Hú, ugye? Szóval új szívet adok nektek, neked, 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 nekem, és új szellemet adok belétek. Mikor kezdődött ez? 2000 éve, pünköskor. Kivel? Izrael fiaival. És Cornelius házával. És folytatódott veled, meg velem. Ma, itt és most. Ugye? Új szív, új szellem. Fortassuk tovább. Eltávolítom a testetekből a kőszívet, és hús szívet, vagy puha szívet adok nektek. Aleftávban. Az én szellememet adom belétek. Mindebben Jézusban ez a wow. Ez a lenyűgöző üzenet. Mindez Jézus Krisztusban, a tied, az én szellememet adom belétek, és azt művelem veletek. Micsoda? Ki csinálja itt a dolgot? Ki csinálja itt a dolgot? És ezek nem a legjobb fordítás, sok, mert nehezen küzdenek ezzel az egésszel. Azt mondja, de mégis ezt már nem tudtak kikerülni, hogy ezt így belefordítsa, azt mondja, új szellemet, új szívet adok belétek. Amen? Az én szellememet adom belétek. Nem az új szövetségre szólít? Ez a profécia a neked szánt kegyelemről? Úgyhogy nem érdemelted meg? Úgyhogy rossz reklám lettél, Vagy lettél? Vagy voltál? Azt mondja, az én szellememet adom belétek eleftáv miatt, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek. És az iránymutatásaimat, vagy a törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. Valahogy bekerül ez. Ki műveli ezt? Az Úr. Akkor, vagy igen, abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Ígéretek, ígéretek hátán. Ki adta? Az országot? Ők szerezték meg, vagy az úr adta? Neked kiadja az áldást? Te szerzel meg, vagy az úr adja? Á, de hát az a retegésnek, és a félemnek a profíciai. Nem, a neked szánt kegyelemről szólnak. Nyűgözöm már le, hogy milyen az úr. Kiknek mondja ezt? Akiket pont, akikkel pont azt kezdő, hogy senki, senki nem volt ennyien rossz. Uh, reklámja, hogy annak, aki én vagyok, mint ti. Na ezért jól megbüntetlek, ezt mondja nekik. Na ezért annyira kegyelmes leszek, hogy annyira, de annyira, de annyira, hogy el se tudjátok képzelni. Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek ezek után. Nem lenyűgöző, nem wow. Az én népem lesztek ezek után saját szellememmel, új szívvel, én pedig a ti istenetek leszek. Megszabadítalak Aleftávban benneteket minden tisztátalanságtól. Vérfolyásos asszony, és gyümölcsöző leszel, és ígéretekben jársz. Csak vedd észre. Az én népeme, az nép, népem, az lesztek, én pedig istenetek, istenetek leszek. Megszabadítalak Aleftávban benneteket minden tisztátalanságtól. Parancsolok a gabonának. Megsokasítom. Halleluja. Figyelj, ad és ad és ad, mintha ők lennének a világ legjobb Isten követő, Isten hívő emberei és népe. De nem, a legrosszabb. Mert nekik elejük lett tárva az élet és a halál, és annak ellenére. Vagy pont azért. És mit mond? Megáldalak, megáldalak, parancsolok a gabonának, nem neked, hanem a gabonának parancsolat egy javadra. Megsokasítom, és nem hozok rátok éhénységet. Nem hoz ránk gazdasági válságot. Amen. Az érdemeink alapján? Nem, hanem azért, mert ő kegyelmes. Lenyűgöz ez téged? Akkor félelme és rettegése lenyűgözve munkáld az üdvösségedet, és mondd azt, hogy imádlak, Uram. Amen. Mert ő az, aki munkálja benned az akarást, és a cselekvést az ő tetszése szerint. Figyelj, nem hozok rá a gazdasági válságot, éhénységet. Megszaporítom a fák gyümölcsét és a mező termését, hogy ne csúfoljanak többé benneteket éhínség miatt a népek. Ígéret, 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 ígéret hátán. Milyen Isten képed van? Lenyűgöz, hogy mennyire jó az Isten? Jézus Krisztusban. Na ott kezdődik. És ezt hallgasd újra, meg újra, meg újra, meg újra. És ezen gondolkoz újra, meg újra, meg újra, meg újra. És ezt motyogd a bajszod alatt újra, meg újra, meg újra, meg újra, és szinte már automatikusan, ahogy a bűn cselekedett az ó természetünkben, az új természetünkben az az élet igéje cselekszik. Amen! És át fognak jönni az áttörések. Akkor visszagondoltok arra, hogy milyen gonoszul éltetek, mikor? Miután már mindenben megáldottalak. lak. Nem előtte, hanem akkor, mikor minden bőségesen terem, minden bőségesen folyik, minden állás, akkor már visszagondoltok arra, hogy milyen gonoszul éltetek, és milyen rosszak voltatok. Mert ez az alapállás. Ennek ellenére. Tehát az úr nem titkolja, hogy ezek rosszak és gonoszak. Figyelsz! Nem azt mondja, pont azért, annak ellenére foglak megáldani. Lassan esnek le de az úr teljesen képben van, hogy kik ezek. Teljesen képben van, hogy kik vagyunk mi. A kérdés az, mi képben vagyunk, hogy ki ő. Hogy mennyire lenyűgöző. És meg fogtok undorodni magatoktól. De ez megint annak lesz a következménye, hogy én jó vagyok hozzátok. Meg fogtok undorodni attól az életmódtól, amiben benne éltetek. Nem ti értetek, cselekszem, így szól az Úr, Amikor megtisztítalak távban benneteket, minden bűntől benépesítem a városokat, és újjáépülnek a romok. Művelni fogják a pusztává lett földet, azután, hogy pusztán hevert az arra járók szeme láttára. És a többi, és a többi. Figyelj az igét. 35. Ez a puszta lett itt, ahogy is van, ez a pusztává lett föld itt most olyan, mint az édenkertje. Ezt fogják mondani. Ki csinálja ezt? Le csinálod ezt? Lenyűgöz, hogy mit csinál az úr? Hogy milyen ő? Hogy kicsoda ő? Milyen ígéretei vannak? Akkor fejezd be a munkádat. Az, hogy imádod őt. Amen! Mert ő keresi, hogy rád nézzed. Minden egyes ilyen áttörésnél. És akkor egyik kedvencem, 37-ben felsorol egy csomó mindent, azt mondja, így szól az én uram az úr, még azt is kérhetitek tőlem. Izrael háza. Ezek után tud, tudsz még kérni valamit az úrtól? De ha esetleg eszedbe jutna valami, ami nem volt benne ebben a teljesen all-inclusive csomagba, azt mondja az úr, figyelj, ezek után még azt is kérhetitek tőlem, Izrael háza, hogy azt tegyen veletek, hogy úgy megsokasítsam az embereket, mint a juhokat. Még azt is kérhetedek, hogy ez ne csak annyi amánya megmaradtadunk, ne csak a maradéké legyen. Ez a miénk. Hanem azt is kérhetjük, hogy sokas is, meg hogy sokan részesedjenek ebből a wow proficiából. Amen! Tehát ezek után azt mondja, még azt is megte megteszem veletek, hogy kérhettek. Még ezek után is kérhettek. Nem, azt nem, most már elég. De Sikerül át elkapni, hogy mennyire nem a mi dobozunk szerint működik az Úr? Sikerül? Teljesen le akar nyűgözni. Az ige az. És hogy hogy ez a félelem ige, azért mondtam, a félelem és a remegés a Héberben is, ahogy a görögben is, mind a kettőnek van ilyen lenyűgözött jelentése. Olvasok neked egy, egy Igéd, Zsoltár 119. 54 62ig olvast. De a 61-62ben az van. Fejedelmek üldöznek ok nélkül, de a szívem csak igéd, szívemet csak igéd rettentheti meg, mondja a, a, ez a fordítás. Úgy örülök beszédednek, mint aki nagy zsákmányra talál. A magyar nem már lefordítani az angolban az van, hogy. Fejedelmek üldöznek ok nélkül, mondja Dávid. De a szívem in ó, is in ó. Le van nyűgözve a te igéd miatt. Amen. Amen. A szívem le van nyűgözve a te igéd miatt. Mondja Dávid, mikor Saul üldözi őt, várjál. És úgy örülök a beszédetnek, nem félek, nem remek. Tehát a kontextus fogja megadni, hogy ez nem arról szól, amiről gondolnád. Hanem úgy örülök a beszédednek, mint aki nagy zsákmányra talált. Miért? Mert nagy zsákmányra találtál. <laughs> nem? Hát most olvastam fel. Mint aki nagy zsákmányra Mikor új szíved van. Mikor új az én szellememet adom belétek. Mindent helyreállítok. Nem azért megkérdemled, hanem mert én ilyen vagyok. Nagy zsákmány. És honnan tudod ezt? Az igéből, a beszédből, az igéből, a beszédből. Honnan? Mi volt az a pont, ahol a vérfolyásos asszony világképet váltott? Mi volt az a pont? Nem tudom többször mondani. Jézusról hallott. Jézusról szóló beszédben van a Kegyelem Evangéliuma. A nekünk szánt profécia. Amen! Mely ebben az a szövegben is olvastam. Mi van? Az alef távban. az Aleftávban az elsőben, az utolsóban fog ez mind megtörténni. Fog ez mind megtörténni. Na és akkor most Jeremiás 33. Bírjátok még? Itt a szöveg környezet, azt gondolják, hogy megint félelem és rettegés proficiák. Ezek proficiák, ugye? jeremiás profita volt? Biztos? Nagy no, profita. Ezért ilyen proféta volt? Nagy no, proféta. Jeremiás 33. Egytől. Másodszor is szólt az Úr igéje Jeremiáshoz. Ki szól? Mi szól? Az Úr igéje. Sőt, hogyha te a szellem által hallod, az az élet igéje. Amen. Amikor még fogoly volt a börtön udvarán, de nem volt túl jó helyzetben. És ezt mondta az Úr, aki a földet megalkotta, az Úr, aki azt megformálta és megerősítette. Az Úr az ő neve. Kiálts hozzám, és válaszolok hatalmas és megfoghatatlan, lenyűgöző dolgokat jelentek ki neked, amelyekről amúgy nem tudhatsz. Amen. A prédikáció, a Jézus Krisztus felfedése által. Mert ezt mondja az Úr, Izrael Istene, e város házairól és Júda királyi palotáiról, amelyet leromboltak, és felhasználtak az ostromlánchoz, és a többi, és a többi, és akit elvittek fogságba. Hatban. Én majd bekötözöm és orvoslom a sebeidet. Amen. Meggyógyítom őket. És megmutatom nekik a népnek, milyen kincs az igazi béke. Hú. Jóra fordítom Júda és Izrael sorsát. Újjáépítek, újjáépítem őket, hogy olyanok legyenek, mint régen. Megtisztítom őket minden bűnüktől, ki tisztít meg? Te tisztítod magad? Tudod, hogy tisztítod -e magad? Hogy odafülesz, hallgatod a Jézusról szóló beszédet. Hogy tisztult meg ez a vérfolyásos asszony? Hallgatta a Jézusról szóló beszédet, azon gondolkozott magában, azt mondta magába, az Úr ezáltal már elkezdte benne az akarást, és a cselekvést, és odament és azonnal meggyógyult. És félmel rettegéssel teljesítette az üdvösséget, hogy imádta az Urat. Amen! Várjál, várjál! Megtisztítom őket minden bűnöktől, amelyet elkövettek ellenem. Megbocsájtom minden bűnüket, amelyeket elkövettek ellenem. Ez nem az új szövetségről szól? Amúgy, ha neked szállt kenyeremről. De, és most figyelj, ez a város hírnevet, örömöt, dicséretet és, tiszt és tisztességet szerez majd nekem a föld minden népe előtt, ha meghallják, hogy mennyi jót teszek velük. Ez a fordítás nem jó, mert úgy folytatja, de rettegni és félni, vagy remegni és félni is fognak a népek, hogy látják, mennyi jót és milyen békességet adok nekik. A népek mit csinálnak, mikor hallják és látják, hogy mennyire jó az Úr az Izrael népével? Félni és remegni fognak. Azért a sok jóért, amit tette veled, na nyilván nem félni és remegni fognak, hanem elfognak ámulni azon, hogy mennyi sok jót tett az Úr Izrael népével. És nem a zsidóké, hanem a görögöké is a Krisztus. Amen! És valahány ígérete van, az igenis, amen, számodra. Az úr úgy meg akar áldani, úgy meg akar sokasítani, úgy meg akar tisztítani, úgy helyre akar állítani, hogy mindenki lenyűgöző nézze, hogy ki ez az, hogy lehet ennyire áldott ez a gyülekezet? Hogy lehet ennyire áldott ez az ember? Hogy lehet le legyenek nyűgözve, mindazért a sok jóért, nem rosszért, mindazért a sok jóért, amelyet veled tettem. Ki teszi? Belül is ő teszi, meg kívül is ő teszi. Az élet igéje által. Amen, itt is visszajön ez. Miért? Mert ez a félelem és reszketés. Ennyi példa után szerintem átment, de elmondom, ez egy ilyen hebraizmus, úgynevezett dolog. Az egyik jelentése is, a félnek is van a jelentése, hogy, hogy a, a lenyűgözve lenni ennek a szónak. A reszketésnek is van egy másik jelentése a szótárban, hogy lenyűgözve lenni. És mikor ezt a kettőt összekapcsolja, hogy félni és reszkedni fognak a népek, akkor azt hogy annyira lenyűgöző lesz, hogy azt már lenyűgözni sem tudom jobban, és ők is teljesen le lesznek nyűgözve, álmodatban lesznek ejtve, és annyit mondanak, hogy wow! Amen. Tehát ilyen wow! Proféciákkal, prédikációkkal nyűgöztesd le magad, és ezáltal fogod... Erre nincs más válasz, csak az imádat. Mikor az Úr nekik az. És mikor keresi, az Úr nem csak megcsinálja a vérfolyásos asszonyjal, a vérfolyásos asszony nem csak elvette, mert volt egy kijelentése, volt egy profétai megértése, hogy kicsoda Jézus, hogy feltétel nélkül ömlik belőle, feltétel nélkül. Ömlik belőle a gyógyulás, ömlik belőle a megoldás, ömlik belőle az ellátás, kérni sem kell, mekkora profétai kijelentése ez. Mekkora megértése annak, amit az Isten akar üzenni. Amen! És oda jött, és megérintette, és az úr nem volt: jó, hát elvetted, amit kellett, hanem én még többet akarok veled, szemedbe akarok nézni, és azt mondom, áh, igen, végre valaki. Végre valaki megértette, és a nő megértette, hogy te húram, hát ez, ez még annál is jobb, mint ahogy gondoltam. Ez még annál is több, mint ahogy gondoltam. És az utolsó, igen, ne aludjatok el. Ézsaiás 60. Egy másik prof. Ézsaiás profita. Ugye a három nagy profita, a négy nagy profita közül Dániel, Ézsaiás, Ezékiel, és Jeremiás közül háromból már vettünk. Úgyhogy itt megállunk. Három a magyar igazság. Ézsaiás 60. 60. Neked szóló kegyelemről, neked szánt kegyelemről szóló profécia. Ez is hogy lenyűgözön az Úr. hallgast, fülej oda, fogadd a szívedbe, gondolkozz rajta, mond magadnak, áld meg magad ezzel, és a cselekvés, ő elkezdi benned működtetni. Mikor látod őt, azt mondja, Ézsajás 60, kelj fel, tündökő. Ne szégyenkezz. Kelj fel, állj fel, állj talpra, szedd össze magad, fel tündökő, mert eljött a világosságod. Rád ragyogott az Úr dicsősége. Rád mosolygott az Isten. Mert az Isten jóképű. Ah, Akkor mondani, jókedvű. Mindig jóképűt mondok. Jókedvű a boldog Isten. És tudod, mire akar téged használni, idéző elben? Efézus 2-ben az van, hogy megmutassa az ő kegyelmének gazdagságát, az elkövetkező korszakokban. Mi most az utolsó előtti történeti korszakban élünk. A gyülekezetnek, a kegyelemnek és a szent a korszaka. Megvan? Lesz még egy korszak, az ezer éves királyság. És utána jön az új ég és új föld. Őt azt mondja, arra azt akarja, ah, olvasom is, sem. nem, majd legközelebb. Rajtad, Akarja megmutatni az elkövetkező korszakokban, nem csak egy korszakban, korszakokban, mert még lesz korszak az ezer éves királyság után is, az új ég és az újföldnek, az ő kegyelmének a gazdagságát. A kegyelem nem csak a világ megteremtése előtt volt, hanem annak a világnak a vége után is lesz, és téged, ha téged talált meg az óra arra, ha az nem nyűgöz le, akkor semmi nem nyűgöz hogy az ő kegyelmének a gazdagságát a korszakokon át megmutassa rajtad. Ezzel ma a jövő héten fogok foglalkozni. Szóval vissza Ézsajás 60. Kelj fel ezért! Tündökölj, mert eljött a világosságot. Rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, rendben is van ez így, de fölötted, ott ragyog az Úr. Miért? Mert annyira jó voltál? Nem Jézus Krisztus miatt. Mert megbocsátotta minden bűnödet, lerendezte minden tartozásodat, ő minden megtett, hogy mikor te nyitsz, mikor te ezt veszed, akkor ez eláraszton téged. Azt mondja, Sűrűs, igen, homály a nemzeteket és a népeket, de fölötted ott ragyog az ó, dicsősége. Dicsősége meglátszik rajtad. És ámulatba fogja ejteni a környezetedet. Ámen, ez igen és ámen rám nézve. Mondta is nyugodtan, bátran. Eljött ez, benned van. Ámulatba akarja ejteni a környezetedet, a rakonaidat, a családtagjaidat, a többi gyülekezetet a ránk ragyogó fény miatt. Tudsz erre elment mondani? Nem ezt látjuk, ne azzal foglalkozz. Ha a nő azzal foglalkozott volna a vérfolyásos asszony, amit lát, az üres zsebével, a fájdalmával a testében, és nem azzal, hogy Jézusról hal, soha nem gyógyul meg. Kezd el hallgatni az élet igéjét. A Jézusról szóló ige azért, ige, a kegyelem evangéliuma nincs is más, az életnek az igéje, és a dicsőségem meglátszik rajtad. A világosságot hoz, népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez. Emeld fel a tekintetet, és néz körül. Mindjárt összegyűltek, és hozzád jönnek. Fiaid messziről jönnek, leányaidat ölben hozzák. Na és most vagy az ötödik vers, mi ez a kulcs? Ha majd látod, örömre derülsz. Ha majd látod, örömre derülsz, és repesve tágul a szíved. Na, amit itt, vagy újjongsz, ezt is mondja. Ha majd látod, újjongva repes a szíved. Ez a szó, amit itt örömnek, vagy újjongásnak fordít, ez ugyanaz a félelem szó, ami benne van a, 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 a népeknek, és az üdvösséghez tartozásban is. Ha majd látod, ámuladva ejt az Úr. És mi fog történni akkor? Repes a szíved, küzd itt a fordító, ha majd látod, ujjongva vagy örömmel repes a szíved. Remeg. Repesni, mit jelent a repes? Remeg a kis, a, a, a kis madár. Ugye? De egy másik szó az, hogy tágul, mikor lenyűgöz az Úr minden egyes prédikációval, minden egyes neked szánt profitai szóval, a neked szánt kegyelemről. Tudod, mi történik a szíveddel? Tágul. Mikor lenyűgöz az Úr. Mikor a kegyelem proficiáit hallgatod. Mi történik a szíveddel? Tágul a szíved. Tágul a szíved. Mikor a félsz, félve és rettegve munkálod az üdvösséget. Elámulva és imádva az Urat. Mi történik? Tágul a szíved. Növekszik az a hely ahova be tudod fogadni az ő dicsőségét. Erre van szükséged. Ez az út, ez a megoldás. A nőnek ilyen kicsi volt a szíve emberek, pedig a zsidó, bibliai, judaista kultúrában élt. A törvény betűje szerint számkivetett volt senki, gyümölcstelen, megvetett, szánalmas, nyomorult. Ilyen volt a szíve, mint az én öklömnek a belseje. De hallott, Jézusról. Jézusról. Hallhatott Ézsajásból, Jézusról. Hallhatott Jeremiásban, Jézusról. Hallhatott a szomszédnőjének a bizonyságon keresztül, Jézusról. Hallott Jézusról. És mit, mit, mit kezdett el tölteni a szívével? Remegett. Le volt nyűgözve, nem létezik, hogy létezik ilyen ember. Nem létezik! elkezdett remegni, és ahogy remegett, ahogy ilyen Isten félelem, nem Isten félelem, Isten tisztelet, lenyűgözés. Volt, egyre inkább tágult a szíve. És ahogy tágult a szíve, tágult a gondolkozás módja is, hogy jó, jó az Úr. Amen! Hogy jót akar nekem, hogy meg tud gyógyítani. Hogy csak megérintem a ruháját, és meggyógyulok. És mikor már tágult a szíve, tágult az elméje, lazult, egyben lenyűgözőbb, lenyűgözőbb, lenyűg, le volt nyűgöző, és el volt ámolva, hogy micsoda az úr, tényleg azok, akiket gonosznak nevezés, aki a rossz hírét kelti, mégis mindennel megáldja, és elárasztja őket. Ugye ezt olvastuk ma is. Akkor már kezdtem, hogy ha nekik, nekem is. Hát nehogy már csak velük velem is! Ne, megérintem. Én, én, bizony megérintem. Oda megyek, tehát mondta barátnőjének, de figyelj, hát az törvénytelen elkapják, a farizeusok meg tudják, véged van. Még így is végen van. Nincs más megoldásom, csak Jézus. Én bizony oda megyek. Én bizony el, és megérintem a ruháját. De miért nem a lábát? Mert a ruhája is. Mert az ő szányainak a zányékában gondviselésem van. Mert ezt mondja az ige, mert ő a messiás. Mert én hiszem, hogy ő a felkent, aki hordozza az Isten dicsőségét. És be ne elkezdett ez működni, és megérintette. Azonnal. Azonnal meggyógyult. És mivel tudta, hogy mi történt vele, félve és remegve, teljes ámulatban munkálta az üdvösségét, amit az Úr kezdett el benne, az akarást is, és a cselekvést is az ő élet igéje által. Ha majd látod, ámulatba esel, és tágulni fog a szíved. Mikor látod Jézusban, az Isten emberi élet te helyetted. Én helyettem. Ámulatba esel, és elkezd tágulni a szíved. Helyet készítesz az Isten áldásának. Helyet készítesz a jelenlétének. Nem is te készíted, hanem egy erő elkezd benne dolgozni. Az Isten az új szív, és az új szellem. Az Isten szelleme, akit beléd helyeztem. Az üdvösség és a félelem rettegéssel történő kimunkálása, hogy te erre imádod az Urat. Teljessé teszed. Na akkor lesz teljes az üdvösség, mikor nem csak ő adja és keres, hogy hol vagy, hanem te azt mondod, a hát, tiéd vagyok. Köszönöm. Mindenem, ami van, tőled van. Az ő nagy kegyelméért. Az ő nagy kegyelméért. És az igény keresztül végzi benned az Úr az akarást és a cselekvést. A kegyelem evangéliumának a hallgatásán. Ma is egy ilyen üzenetet hallgattál. Itt minden igen, mindig ilyen üzenetet hallgat. És hogy a képernyők előtt, vagy itt a teremben, ámulatba ejtett az Úrnak a jósága, az ő kegyelme, akkor egy feladatod van, hogy imád őt. Hogy teljesíted az üdvösségedet. Hogy teljesíted azon a területen, ahol az Úr megszólított. Gyógyulás? Azon a területen. Anyagi áttörés azon a területen. Kapcsolatainak a rendezése azon a területen. Az elhívásod van azon a területen. A gyülekezet kibontakozásában akkor azon a területen. De még kérhetünk is. Még kérhetsz is. Mert nem csak neked, hanem emberek sokaságán keresztül történjen ez meg. Úgyhogy ez a hit, beszéd, eltalált a szívedet, akkor kérlek, hogy emeld fel a szavadat velem, együtt és egy szívvel, egy lélekkel, egy akaraton. Valljuk is meg, köszönöm Jézus a te végtelen szeretetedet. Hogy te Istennel egyenlő voltál, és mégis kiüresítetted magad. Rám, neki, rám tekintettél, és rám való tekintettel azt mondtad, hogy beállok a te helyedre hogy kimentselek, megszabadítsalak, meggyógyítsalak, megbocsássam minden bűnödet, megágyalak, beállok a keresztre. Köszönöm, hogy te ezt megtetted. Én le vagyok ettől nyűgözve. Annyit tudok neked mondani. Egész lényem a tied. Szeretlek, Uram! És köszönöm, hogy feltétel nélkül, kegyelmet gazdagsága szerint bánsz velem. Te vagy minden kegyelem, Istenem. És tényleg dicsérítsd meg a te szent nevedet rajtam, a családomon! a gyülekezetemen keresztül. És sokas is meg az embereket, akik megértették, akiknél átkattant, akik meggyógyultak, akik megszabadultak a te befejezett, bevégzett munkád által. Áradjon ki a kegyelem bősége és a dicsőséget teljessége az én életemre. Amen. Amen.